Átrepülök hosszában hazámon címmel nyílt kiállítás a kápolnásnyéki halászkastély melletti épületben. A Petőfi Irodalmi Múzeum utazó kiállítása az emlékévben a költő alakját és szellemiségét idézi meg. Itt most tablókat láthat, aki eljön hozzánk, és el tud merülni egy kicsit jobban talán azokban a részletekben, érdekességekben, amelyet a Petőfi Irodalmi Múzeum munkatársai összeállítottak. Egy nagyon gazdag és nagyon érdekes és sokszínű anyagról van szó, és ehhez mi készítettünk egy rejtvényt is, úgyhogy aki eljön, és végigjárja is ezt a rejtvényt, megoldja egy kicsit játékosabban, interaktív módon, mélyítheti el a tudását Petőfivel kapcsolatban. A kiállítást rendhagyó módon interaktív programmal nyitották meg, melyen a környék iskolásai mellett nyugdíjas érdeklődők is részt vettek. A tematika az utazás köré szerveződött. Egy rendhagyó kiállítás megnyitóval készültünk, fiatalok jöttek el hozzánk, meg idősebbek is, meg régebb óta fiatalok is, és szeretnénk egy picit felvillantani Petőfi zsenialitását, egy kicsit megidézni az ő szellemiségét, és mivel a kiállításnak az a címe, hogy átrepülök hosszabban hazámon, ezért úgy gondoltuk, hogy az utazás köré rendezzük egy kicsit ezt a mai napot is. A Petőfi Irodalmi Múzeum kiállítása március 1-ig tekinthető meg.